Rátka község képviselőtestülete 3 évvel ezelőtt fogalmazta meg egy nemzetiségi emlékpark alapításának gondolatát. Céljuk méltó emléket állítani német őseik Rátkán való letelepedésének. Az emlékkő felállításának apropóját az adta, hogy 20 évvel ezelőtt köttetett meg Wilhelm Wolnik és Héring Istvánné közreműködésével Kreuzenort és Rátka között a testvértelepülési együttműködés. A következő polgármesterek továbbfejlesztették a megkezdett kapcsolatokat, és bíznak abban, hogy a fiatalabb generációk még tovább építik azt. A két település előjárója Tirk Sándorné és Gregor Utrakic leplezte le a Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat közös emléktábláját. Ezen kívül emlékfát ültettek a parkban, amely azt szimbolizálja, hogy legyen minél élőbb a testvértelepülésű kapcsolat Kreuzenort és Rátka között, mint ahogyan ez a fa fog növekedni és terebélyesedni. Ezt követően a hagyományoknak megfelelően a népviseletbe öltözött svábok vonultak végig a település főutcáján. A fúvósok vezetésével elindultak a szabadtéri színpadhoz, a Nemzetiségi Fesztivál helyszínére. A felvonulók a saját településük névtáblája mögé állva csatlakoztak a menethez. Ezt követően a helyi általános iskola udvarán felállított színpadon tartott megnyitón a települések előjárói Gregos Utrakit, valamint Tirk Sándorné hangsúlyozták, hogy 2 évtizede bővítik kapcsolatukat és fordítanak figyelmet egymás kultúrájának, hagyományainak, valamint anyanyelvének megismerésére is. Ez a nap nem csak egyetlen ember ünnepe, hanem ennél több, 2 közösségi, Rátka és Kretuzeröté lakosaié. Kiemelték, hogy mindkét nemzet sokat profitálhat a jövőben is az együttműködésből. Hörcsik Rihárd a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében elmondta, hogy maga is azon dolgozik, hogy a nemzetek közelebb kerüljenek egymáshoz, hiszen közös érdekük a tapasztalatszerzés és egymás kultúrájának megismerése. Rátkára mindig szívesen jövök, hiszen különösen ilyenkor mindig a Nemzeti Kisebbségek Fesztiválja van, és számomra fontos a nemzeti kisebbségekkel való szoros kapcsolattartás. Különösen a német nemzeti kisebbség, hiszen választókerületemben, ha úgy tetszik, én nem csak a magyar többséget, hanem a nemzeti kisebbségeket köztük, a német, a legnagyobb számú német nemzetiségi kisebbséget is képviselem. Hiszen nem csak Rátkán, hanem Herczegkúton, Károlyfalván és Sárospatakon is Józseffalva egy része pataknak képviselem. Fontos az, hogy a sváb településeinket ugyanúgy segítsük, talán még egy kicsit jobban, mint a magyar többségű önkormányzatokat, hiszen itt dupla feladat van, nem csak a önkormányzatnak az életét kell szervezni, hanem azt a missziót, amivel őket ide teremtette az Úristen, hiszen svábok. Azt a kultúrát, azt a gasztronómiát és azt a múltat, a gyökereket kell őrizni, és úgy továbbadni a fiatalabb generációnak. Hogy mi magyarok nem egy elszigetelt nemzet vagyunk itt a Kárpát-medencében, az Európai Unióban úgymond, hanem olyan nemzetiségi kisebbségeink vannak, akik összekötnek bennünket Európa más nagy nemzeteivel. Mi pozitív diszkriminációt alkalmaztunk az elmúlt időszakban a nemzeti kisebbségekkel, hogy valóban meg tudják őrizni kultúrájukat, múltjukat, gyökerüket. És mi ezt elvárjuk a Kárpát-medencei többségi nemzetétől is, ugyanúgy, hiszen Kárpát-medencében számtalan formában él a magyarság kisebbségben nemzettest tagjai, és az ő sorsukért is aggódunk. A megnyitó gondolatok után kiemelkedő közéleti tevékenységéért Andrész Árpád névehetett át emlékérmét, aki a Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskola szeptember 1-én nyugdíjba vonult igazgatója. Beszédében elmondta, hogy örömmel dolgozott a közösség érdekében, és nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy ilyen elismerést kapott. A nemzetiségi hagyományok megismertetése már az óvodáskorban elkezdődik a településen. A legkisebbek táncával kezdődtek a színpadi műsorok. A helyi gyermekkert egységes óvoda és bölcsöde csöpségei zenés, táncos műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. Színpadra léptek a Rátkai Hagyományőrző Népdalkör lelkes tagjai is, akik népi dallamokkal készültek az alkalomra. Úgy mosolyog ránk az ég. Elmúlt a tél, megzord maga, jöjj itt a szép tarkai.
Ezután a Krasznabélteki zenekar muzsikája szórakoztatta a közönséget. Az eseményen rajtuk kívül hazai és több külföldi nemzetiségi kultúrcsoport, testvérvárosok egyesületei látogattak el azért, hogy együtt őrizzék a németajkú hagyományokat és ápolják őseik örökségét.